Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ezen az előadáson megnézzük, hogy Linuxon, illetve Fedora Linuxon milyen lehetőségünk van arra, hogy játszunk. Nem egy egyszerű téma, mert hogyha valaki igazából játszani akar, akkor azt tudom csak javasolni, hogy konzollal kezdjen. Pláne, hogyha valakinek családja van. Két gyerek, feleség, berakja a korongot és kész, működik, játszik. Úgyhogy ez a legegyszerűbb módja. Előadás közben lehet kérdezni, tudunk csapongani, van egy menet, azt én el fogom kezdeni mondani, de ha van kérdés közben, akkor azt nyugodtan tegyétek fel. Igen, Rákosi Gergely vagyok, Fedora projektben munkálkodom, hogyha van rá időm éppenséggel, és ugye, hát igen, játékok. Ezt ismeritek? Szuper. Ez is fut, de legtöbbször ugye az a probléma, hogyha valaki esetleg elszállja magát egy Linuxos operációs rendszerre, akkor az első kérdés az, hogy és fog-e futni az X és Y játék. Mert hogy ő csak ezt a Pongot látta meg a filmekben is, ez van, stb. Ezen túl kell lépni, igen, ez fut. Illetve egyéb más játék is. Jó, mit fogunk csinálni, mit fogunk átbeszélni? Én hogy kapcsolódtam be a Linuxos életbe, hogy tudunk játszani, ennek milyen hardware és szoftver követelményei vannak, sajnos vannak, nem is kevés. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? A Vine az egyik lehetőség, egy wrapper, amivel ugye tudjuk a Windows-os tárgyalókat futtatni. Ehhez milyen hasznos segédprogramok vannak, és a végén megnézzünk egy demót, illetve a kapcsolati hívet, ahol fel tudtok majd tenni kérdéseket a Fedora honlapján, Skype-on, illetve e-mailben is. Hogy kerültem én a Linux-szal kapcsolatban? Az átállás az szörnyű volt, kemény 3 hónapomba telt, mire ugye a Windows-os felületről áttértem Linux-ra, azon belül pedig Fedora Core 2 Linux-ra, ahol KDE-t kezdtem el használni, szörnyű volt, hosszú éjszakák, DVD csapkodás, nem megy, nem működik, miért nem megy, stb. Szörnyű. Azonban mégis egy pár hónap után úgy döntöttem, hogy Fedora sávon maradok, ugye ez egy Red Hat-es vonalon induló desktop termék, tulajdonképpen előtesztelés a Red Hat termékhez, így hát így Fedora rajongó lettem, azonban idővel hiányoztak a játékok. Sokat játszottam, akkor még volt időm. Linuxon azonban nem találtam meg, csak az egyszerű ilyen platformos, natív játékokat, amik hát nem annyira voltak bizalomgerjesztőek. Ezért utána kellett néznem, hogy milyen lehetőségeim vannak. Megtaláltam ezt a Vine programot, ami tulajdonképpen egy wrapper. Tehát nem emulátor, sokan így hívják. A Vine egy wrapper, ez azt jelenti, hogy a játékhoz szükséges DirectX-es parancsokat tulajdonképpen OpenGL-re fordítja át. Ezért az a feltevés nem igaz, hogy valami gyorsabban fut Vine alatt, illetve Linux alatt. Pont nem, pont hogy nagyobb erőforrás kell neki, hiszen egy plusz művelet beékelődik a játék grafikai parancsai közé. Először kipróbáltam, parancsor, konzol, hibák, hibaüzenetek, googlizás, utánanézés, DL-ek, cserélem, regisztrit szerkeztek, nem megy. Szörnyű. Tehát volt olyan, hogy egy játéknak a futtatására elment 2-3 óra, mire azt mondtam, hogy igen, most elindult és működik. De egyszer csak heuréka, de tényleg fel is kiáltottam, működik. Működött a játék, teljes képernyő, nem szaggatott, jól ment, jól működött, ugyanúgy, mint ahogy egy Windows-os operációs rendszeren. Ezt fogjuk most átnézni, hogy tudjuk ezt elérni. Milyen lehetőségeink vannak? Lehet ugye natív ingyenes játékokat leszedni a különböző disztribúcióknak, Ubuntu, Gentoo, SUSE, Fedora, és még sorolhatnám, le lehet szedni a különböző telepítőivel. Ez a legegyszerűbb megoldás, azonban nem garantált az, hogy a játék élmény is maximális lesz. A másik lehetőség, amikor natív fizetős játékokat tudunk letölteni a gyártó honlapjáról, ugye ezt anno az ID Software kezdte, ugye a Quake sorozattal,
illetve később ugye a Doom-mal, tehát ezek letölthetők. Lehetséges emulátorokat futtatni, ez azt jelenti, hogy például a szinte a teljes játéktermi garnitúra megtalálható a neten egy emulátorral, ezt hívják Mamé-nak, és az összes ROM-ot lehet futtatni. Tehát aki járt, én vagyok 34-35 éves, aki járt játékterembe, az tudja, hogy Star Wars, Renegade, és még sorolhatnám, ezeket mind lehet futtatni Linux alatt is. Létezik ugye a DOSBox, ahol DOSOS játékokat lehet futtatni, illetve hogyha munkáról van szó, akkor különböző könyvelő szoftvereket, bár ez szörnyű, amikor ezt meglátom, hogy még DOSOS programokat használnak 2012-ben, de van ilyen, illetve a Rain, ami hasonló, mint a MAME. A Windows-os játékokhoz pedig szükség van Vine-ra, hogy azok fussanak. További lehetőségek a Humble Mumble, ahol át is adnám a szót egy váratlan vendégnek, igen, Szilveszternek, gyere, szerintem akkor egy pár szót mondana róla. Itt teljesen véletlenül most találkoztunk, először Szegeden ismertük meg egymást, ő is nagy játékrajongó, és egy pár percben csak elmondana egy pár szót erről a Humble Mumble témáról. Ez a Humble Bundle projekt, ezt még a Wolfire Games kezdte el jó néhány évvel ezelőtt, és az volt nekik a céljuk, hogy hát, néhány ilyen játékfejlesztő cég összedobták a játékokat, és akkor adománygyűjtés céljából a különböző hát egyesületeknek, alapítványoknak odaadták ezt a pénzt, és később így rájöttek arra, hogy ez így baromi jó, mert az ember az megkapta, cross-platform játékot kapott, tehát Mac-en, Windows-on, Linux-on fut mindenütt, és újabban már léteznek ilyen androidos bundle-ük is, tehát ilyen androidos, tehát a három említett platform mellett még androidon is fut ez a játék, és azt hiszem az Aquaria-nak pedig amilyen iPad-es változata is van, nem tudom pontosan, azt hiszem azaz. És ezért, és ez így idővel ez így egyre szaporodtak ezek a szoftveres csomagok igazából, és egyre több ember veszi meg ezeket, ez az neki ebben a nagyon nagy csavar, hogy az ember annyit fizet érte, amennyit akar. Tehát akár az egy centtől egészen 6 millió dollárig, de értelemszerűen ez csak mindenki a saját pénztárcához minten fog költekezni. És ami még fontos ebben, hogy újabban már beépítettek olyan dolgokat is, mint például a Humble Bundle-ben, hogy az átlag fölötti fizetéseket több játékkal jutalmazzák, vagy plusz bónusz zenét adnak hozzá, és egyebek. Meg is lehet nézni, egyébként ott a srácok már ezt üzemeltetik is. Ez egy, ha ez működni fog, akkor tulajdonképpen arra lehet számítani nagyjából, mint ami a Windows-os palettán is van. Viszonylatos gyorsasággal fog terjedni Linux-os játék, mondjuk úgy, világban. Szoftver követelmények ahhoz, hogy játszani tudjunk Linux alatt. Ugye kell egy Linux-os operációs rendszer, választhatunk Ubuntu, Fedora, Gentoo, amit felsoroltam, illetve SUSE-nél, illetve egyéb más disztribúciót is. Ezen belül, hogy milyen ablakkezelő, az egy másik kérdéskör, azt mindenki egyenileg kiválaszthatja magának, ugye GNOME, KDE, vagy Lightning. A másik, ami kicsit nehezebb kérdéskör, az a kernel forrás, illetve Vine program. Ez arra azért van szükség, mind a kettőből a forráskódra, mert előfordul az, hogy a Vine-t patchelni kell. Tehát a forráskódba kell különböző patcheket elfogadtatnunk, hogy aztán bizonyos játékokat tudjunk futtatni, és lehetőleg optimalizált minőségben, tehát elfogadható minőségben. A másik fontos dolog a videóvezérlő az nvidia.com-ról, ez egy fontos kitétele a dolgoknak, mert ugyan föl lehet tenni csomagból is, de az Nvidia-n fönn vannak beta driverek, amik azonban fejlettebb és gyorsabb grafikai futtatást tesznek lehetővé játékok esetében. Tehát célszerű azt föltenni, és hogyha onnan szedjük le, akkor pedig szükség van a kernelnek a forrására. És amit mondtam az előadás elején, hogy nagycsaládosok, kiscsaládosok, gyerekesek, stb. Valaki vásárol egy VI-t, vagy egy PS-t, vagy Xbox-ot, jobban fog járni. Tehát előfordulhat hajhullás, miközben a Vine-t éppen konfigurálja valaki, és elmennek tényleg órák ezzel. Ezt el kell dönteni. Hardware követelmény.
Igen, zsebbe kell nyúlni. Ha valaki többet költ hardverre, akkor nyilván szebb és gyorsabb játékot, illetve grafikát fog élvezni. Ez sajnos ilyen, ezzel nem lehet mit csinálni. Ugye tudjuk, hogy a legnagyobb pénzbefektetés, vagy legnagyobb pénzköltés, inkább nem befektetés, az a játékokra vonatkozik. Tehát ha valaki játszani szeretne, igen, akkor kell sok pénzt költeni videokártyára, processzorra, illetve memóriára. Ez sajnos ilyen, ezzel nem lehet mit csinálni. Ati versus Nvidia. Nekem Ati kártyám volt, amikor elkezdtem Linuxon játszani. Hajhullás tünetek jelentkeztek, és ezek után én váltottam, mert olyan hibákra futottunk az Ati vezérlőjével kapcsolatban, és olyan supportja volt, hogy nem tudtam előrelépni. Tehát többen is próbálkoztunk barátokkal, és nem kaptunk válaszokat hibaüzenetekre, tehát a support az nem volt kielégítő, akkor legalábbis ez régen volt, illetve a driver sem volt olyan, mint amilyennek kellett lennie. Váltás Nvidia-ra, lám csoda, kinőtt a hajam, szakállam is lett, és teljesen jól működik minden. Igen, hát ezt el is mondtam, hogy Ati videókártya, Nvidia driver, és ugye a másik, ami megint csak vissza sajnos a költekezésre, hogy erőműgép kell hozzá, és pont azért, amiért egy művelettel több van a wrapperelés miatt. Tehát sajnos ezt a gépnek el kell végeznie. Jó, előkészületek ahhoz, hogy Windows-os programokat tudjunk futtatni, nem csak játékokat, akár programokat is. Szükség van egy Wine forráskódra, ezt a Wine honlapjáról lehet leszedni. Célszerű a dián látható helyre bemásolni. Én is tanultam, nem ragaszkodom hozzá, de nekem ezt tanították, így én oda szoktam tenni a forráskódot. Ott ki szoktam csomagolni, és ha szükséges, akkor meg kell patchelni. Patcheket szintén a Wine-nak a honlapjáról lehet levadászni, illetve ott lehet a fórumokat is böngészni, hogy szüksége van patchelésre vagy nem. Szerencsére egyre kevesebbszer van szükség, de előfordul. Jó, utána ugye a három alapvető parancssal le kell a forrást fordítani és telepíteni, illetve helyére rakni a lefordított fájlokat. Ha ez megvan, akkor a Wine futásra kép kész. Tehát megvan, a helyén van minden, a Wine entég működőképes, használata egyszerű, Wine és a program e.exe-nek a kombinációjával lehet egy programot elindítani. Ha valakinek van programozási tudása, nekem nincs, bevallom őszintén, akkor a Wine debug parancssal lehet a különböző hibákat, illetve hibákat maradjunk annyiba megtudni, és leadni a Wine-nak a honlapján. Tőlem egyszer kértek egy... Különbség volt egy régi verzió, meg egy új verzió Wine között, és azt mondták, hogy kiért, programozom, van itt valaki? Biztos, hogy van. Amikor valamit kijavítanak, de elrontanak egy másikat, és akkor össze kell hasonlítani a régivel. Hogy hívják ezt? Nem tudod. Oké. Ezt kérték tőlem, tehát ez ott a lényege, és mondtam, hogy oké, bocs, nem értek hozzá, nem vagyok programozó, itt a hiba, aki akarja, megnézheti. Fölraktam a fórumba, elkezdték majolgi, megcsinálták, de én ehhez nem értek. Tehát csak az használjon ilyen debug opciót, aki tényleg ért a programozáshoz. Mit lehet debugolni? Regisztri bejegyzéseket, ezek példák, tehát ezek még van több opció is. A direct draw-os bejegyzéseket, a DHR, a direct X7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es még nincs benne, illetve az összes funkcióját a Wine-nak. Ezek persze mind lassítják a gépet, viszont több információt tudunk meg, ergo nagyobb az esély annak, hogy biztos, hogy le tudjuk futtatni azt a Windows-os programot. Wine config parancs, ez egy fontos segédprogram, ez benne van a Wine-nak a forráskódjában, hogyha felraktuk. Be lehet állítani a hang, videó, illetve a függvénykönyvtárak, az a DLL-eknek a futási módját, hogy natívan használja a Windows-os DLL-t, vagy pedig a Wine-nak a wrapper DLL-ét. Ez is lehet, kell variálni, és olykor vagy erre, vagy arra van szükség, ki kell próbálni, illetve pontos leírást a fórumokon, illetve a Wine HQ-n lehet megtalálni. Ami még fontos, az elérési utak, hogy a Wine-nak meg lehet adni például, hogy a helyi gépen hol található a CD-ROM. Hát ha valaki ugye DVD-ről vagy CD-ről telepít, meg kell neki adni, hogy az például a médiában van, vagy például a Mondban van, ezeket célszerű mindig megadni.
A Vine az összes beállítást azt a saját könyvtárunk alatt a .vine mappába rakja. Tehát ha azt a mappát egy működő Vine pillanatában lementjük, és utána elkezdünk benne garázdálkodni, és valamit elrontunk, vissza lehet mindig állni a régi prefixre. Tehát a régi konfigurációra. Ergo minden menni fog úgy tovább, ahogy eddig. Illetve létre lehet hozni a Vine Config-ba alkalmazás függő beállításokat, tehát kiválasztjuk az exe-fájt, és annak megfelelő beállításokat tudjuk megtenni, ami arra az egy darab exe-re szükséges. Következő fontos dolog az a registry, tehát egy regedit, sima Windows-os registry editor, kicsit angol lett még a dia, ahogy nézem, semmi gond, lefordítjuk. Tehát itt tudunk hozzáadni különböző registry beállításokat, illetve különböző applikációs beállításokat. Nem sorolom fel, mert több, kb. 50-60 regisztri beállítás van, ami a Vine-nal kapcsolatos. Ezek nem mindegyik érhető el a Vine Config konfiguráción keresztül, amit az előbb néztünk. Van, amelyiknek teljesen egyéni beállításai vannak, valamikor sajnos ezt is állítani kell. Többnyire a videó megjelenítéssel kapcsolatos, tehát a DirectX-el kapcsolatos beállítások. Egyébként itt van a linkje. Itt lehet megnézni, hogy milyen beállítások vannak. Ez is fontos része a Vine-nak, hogy ezt nem ismerjük, de hogy tudjuk alkalmazni. Milyen hasznos programokat lehet a Vine mellé rakni? Ilyen például a VineTrix, ami Windows-os DLL-eket és installereket rak föl. Így nem kell nekünk kézzel megcsinálni, ez egy Python-os program. Elindítjuk, kiválasztjuk kat-kat, és fölrakja a megfelelő szükséges DLL-eket, illetve programokat. Az UpDB, ott lehet megnézni, hogy melyik alkalmazás hogy fut, tehát szükségünk van a patchre, milyen beállításot kell megcsinálni, illetve egyre lehet feltölteni, hogyha van olyan, amire mi jöttünk rá esetleg. Ami a legegyszerűbb módja, az a Play on Linux, és egy kiegészítő, egy GUI a Vine-hoz tulajdonképpen. Nagyon jó dolog, mert az ember fölrakja, kettőt kattint, feltelepíti, még kettőt kattint, elindítja a programot vagy a játékot. Jó dolog, azonban nem tudjuk, hogyha nem fut valami, akkor miért nem fut. Tehát célszerű mindig először a konzolos móddal kezdeni, hogy lássuk, hogy mi történik a háttérben. Megnézzünk akkor nem sokára egy demót. Ez a Getting Party-ról van. A Portal 2-t, hogy fut. Egy Far Cry 3-at, nem tudom, ezeket ismeritek-e? Kinek mit mond? Ma mi tudunk megnézni, illetve natív játékokat, ami például az Osmos, Darwinia vagy pedig a GIS. YouTube-on lehet találni videókat, ha valaki kíváncsi, hogy hogy futnak ezek a játékok, illetve milyen beállítások szükségesek, azon a címen meg lehet nézni. Az e-mail címen tudtok tőlem kérdezni, ha valami kérdés van, elakadtok, vagy csak egyszerűen érdeklődtök, illetve Skype-on, amennyiben elérhető vagyok, akkor ott tudtok még feltenni kérdéseket. Tehát köszönöm a figyelmet, szóban ennyi volt, most demoznék egy pár dolgot, hogy mégis mit tud ez a Vine, de ha van kérdés, akkor tegyétek föl nyugodtan. Jó, ahhoz, hogy el tudjál indulni, az az első, hogy a Vine-nek a honlapján végignézed azt, hogy mire van szükség. Tehát aki már ezt kipróbálta, és esetleg működik, akkor azt az utat kell végigjárnod. Van egy telepített, mondjuk egy Windows 98-ra, és onnan az összes DLL-et bemásolom a Vine alá, akkor elvileg egy Windows 98-al megegyező Vine fogok kapni? Igen, de a 98 az most fontos nekünk? Hát olyan játék, ami direkt arra lett, tehát megy XP-n is, csak jó, ez egy régi akkor játék. Legyen az XP a szint. Tehát azt meg tudod adni a Vine Config-ban, hogy milyen Windows-os környezetet hozol létre a registrybe. Induljunk ki az XP-ből. És hogyha azokat a DLL-eket, amire szükség van annak a programnak, azokat te bemásolod a szokásos Windows System 32, vagy ahova kéri a játék, vagy a program, akkor az menni fog. Tehát azért mondom azt, hogy konzolból futtass mindent, hogy Vine és a programnak a neve, mert a konzolban látni fogod, hogy miért nem indul el. Például hiányzik egy DLL, ki fogja neked írni, hogy ezt és ezt nem találja. Oké, bemásolod, indítod, következő próba. És lehet, hogy harmadszorra el fog indulni, mindened meg lesz. Ezért mondom, hogy macera, tehát van, hogy jó, nekem most már 10 perc alatt megvan egy ilyen, tehát nem gond, de gyakorolni kell. És akkor idő után minden meg lesz és menni fog. Vagy konzol. Jó, egyéb kérdés? Nekem. Mondd. Ezzel kapcsolatban, mint a kollega kérdett, hogy most a Vine-hoz ő most bemásolok mindenféle Windows-os DLL-t. Nem mindenfélét, amire szükséged van. Mindegy mostan, hogy mostan amire szükség van, vagy nincsen szükség. Itt a DLL a lényeg.
meg hogy Windows-os. Igen. Hát most először is akkor nekem ehhez kell egy Windows 1. Ez nem. Nem kell Windows. Fölvett egy olyan dolgot, hogy ugye ez licenc köteles. Nem kell Windows. Aztán utána, ha meg már ezek megvannak, mivel hogy ugye licenc köteles, pedig a Windowsban minden az, tehát nem nagyon van olyan, ami nem. Innentől kezdődően, akkor föl is rakhatom a Windows-t, és akkor megy. Igen. Jó. Most jó, lehet, hogy nem ide vág meg, mit tudom. De ide lehet, vág. Most ez így nekem így fölmerül. Ide vág, csak ugye annyi a különbség, hogy amikor te azt mondtad, hogy szükséged már egy Windowsra, nincs szükséged Windowsra. Tehát neked a jeleket az dalon is egy Windowsnak a része, tehát igazán... És a Microsofttól letölthető. A DirectX-re benne van minden. Ezért van, mondtam azt a diát, hogy volt egy olyan, hogy Vine-Trix. Azt a kis program Pythonból, Pythonban írt program, azt te felrakod, és kiválasztod azt, hogy te föl szeretnéd rakni ezt a DLL-t. És ha konzolból futtatod, mondjuk először, hogy megismert, akkor látni fogod, hogy a Microsoftnak a downloadmicrosoft.com-ról fogja leszedni az összes DLL-t és az összes exét, és kicsomagolja azt az exét, és felrakja neked a Vine könyvtárba. Tehát neked nincs szükség Windowsra. És licenc se kell hozzá? Nem. Királyság. Oké, köszönöm. Vine-Trix, Vine-ról letölthető. Nem egy hackert program, nem egy tört program. Nem, nincs semmi licenc figyelmeztetés előtte. Egyébként meg akkor a Vine-Trix-esnek a gyártóját, vagy programozóját kell megkérdezni, hogy na és a licenszekkel hogy állsz? De hát, hogyha a Microsoft ezt jóvá hagyja, hogy le lehet szedni tőle, akkor le lehet szedni. Okay. Parancsolj. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy egyik másik futáshoz mindig vissza kell állítani a Vine-Trix-el, vagy esetleg mindig csak bővül, és előbb-utóbb egy olyan Vine-Trix-es beállításon van, amihez így már, van, amihez nem kell semmi. Amihez már nem kell semmi. Így van, ez így néz ki. Tehát elkezdett szépen felépíteni, és el fog az idő jönni, egy pár program, hogy semmit nem kell hozzá beállítanod, minden menni fog. És valóban mentési? Vagy az azt mondtam, hogy ezt a pont Vine mappát, de amikor azt mondtam, most minden megvan, most minden megy. Lemented, vagy becsomagolod, vagy bármit csinálsz vele. Leorhiválom, és utána vissza lehet tölteni. A bármi gond van, vissza tudod rakni, így van. Tehát az a regisztrisztől mindenestől le fogja menteni a Vine-nak a beállításait. Igen, nagyjából ennyi. Jó, akkor egy... Ma nincs kérdés, de van, akkor nyugodtan mondjátok, egy demót elindítunk, hogy mit lehet vele tenni a Vine-nal. Amit kell tudni, hogy notebookkal futtatni programot sajnos nem olyan egyszerű, a lényeg az Optimus-os technológia miatt, ami annyira Linux-szalat még nem támogatott, az Nvidia most tett közé egy hír tegnap előtt, hogy ennek a következő két kiadásban erre fog koncentrálni, és benne lesz a natív támogatás erre. Tehát ez már egy Windows-os program, látjuk, hogy elindult simán, tehát semmi extra nem volt, nem volt sok idő. Azt, hogy futni fog-e, nem tudom. Hangonuta sajnos nincs. Illetve megpróbálok egy-egy kicsikarni. Valami kis szerény hangocskát. Hát, ha sikerül. Ami kijön ebből az ennyi. Ez már egy 3D-s demo. Semmi ezt nem kell hozzá. És hát így tud 1024-szer gépadni, mert ennyi tud. Egyébként 1600-ban szoktam tudni ezeket a dolgokat kipadni és tesztelni. Nem tudom, hogy esetleg van-e valami speciális program. Igen, mindenki próbálta használni, vagy újdonság.
Próbáltam használni. És ment? Tehát rossz tapasztalatok vannak, ugye? Nekem is. Neked is rossz. Kinek van rossz tapasztalata a Vine-nal? Sziasztok! Mentem. Jó. Akkor most meg kell győznöm mindenkit, hogy megy. Nem kell kellene folytani. Régen csináltam, de most már nem. Ebben a napig kellene. Annyit, hogy Vine-nal folytatva. De az csak nekem. Na, van egy pozitív meglepetésünk. Leállítom, és a körben állom. Igen? Így van. Aha. Jó, az Age of Empires az kb. Hasonló, mint az Age of Mythology, nem? Jó, amit ott elsőlegesen tudni kell, az az, hogy a XML-eket föl kell tenni, MSXML 4-5-6.